Se papucs, se zokni, kizárólag mezitláb lehet végigmenni az úton a cseresznyési erdei iskola udvarán. A mezitlábas ösvény szombaton nyílt meg, és már a kezdetektől nagy volt iránta az érdeklődés. Kétféle méretű zúzottkő, homok és folyami kavicsok is vannak az ösvényen. Annyit tudok róla, hogy ugye a talpon is rengeteg ilyen ingerület átvívő központ van, és ugye ez továbbítja az agy felé a jeleket, és ez így hát pozitív hatással van úgy a testre. A szülők éppen ezért gyermekeikkel is kipróbáltatták az új lehetőséget. A különböző érdes, hegyes, szúrós felületek mind máshogy masszírozzák a talpat. Nagyon jó érzés rajta végigmenni, érdemes szerintem mindenkinek kipróbálni. Különböző talaj, bökös, sima, úgyhogy nagyon jó. A mezitlábas ösvény a cseresznyési közösségi napok egyik állomása volt. A hétvégi rendezvény sokakat vonzott, a gyermekeket jógás foglalkozás, állatbemutató és színpadi koncertek is várták. Az elmúlt másfél évben ugye nagyon programszűkében voltunk, és cseresznyésben még nem is volt ilyen közösségi nap, nem is szerveztünk ilyet. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezt a mezitlábas ösvény átadót összekötjük ezzel, és egy ilyen egész napos programot kínálunk itt a cseresznyésieknek, illetve a Paksról kilátogatóknak, hiszen a Paksi Közlekedési Vállalat felajánlotta azt a lehetőséget, hogy naponta kétszer buszt indít ide a programokra, és haza is viszi az embereket. A cseresznyési közösségi napról további részleteket is bemutatunk a Közéleti magazinban.